Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Katona Andrea, Válaszpárt elnöke, és természetesen a kúria győztese. Kezdjük talán a tényekkel. Kettő. Nem csíkos ruhában van, hanem elegáns kosztümben, a lelke is rendbe jött. Bocsánatot kért a bíróság öntől? Vagy ezt nem illik, ilyet nem szoktad csinálni? Nem kért bocsánatot, de szerintem ez nem is szokás egyébként. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy egy ilyen ítéletet hoztak. Mi történt a kúrián, hogy nézőink is tudják? A kúria jogorvoslatot gyakorolt, az első és másodfokú ítéletet fellebeztük meg a kúrián keresztül, mert hogy jogellenesnek tartottuk az ítéletet. És akkor most szakítom meg, kedves nézőim, arról van szó, hogy egy szép reggelen vagy délutánon a rablók betörték az éppen piros lámpánál várakozó autót, elvitték a hölgy ridikülét, és a hölgy nem hagyta ennyibe, utánok eredt, igen. Igen, ez így történt. És hát az egyik rabló meghalt közben, nem azért, mert ő lelőtte vagy elgázolta, mert elesett a motorral, és rossz helyen volt a bukós isakja. Így van, az a helyzet, hogy ugye a rablók eldőltek, mert hogy be akartak hajtani a gyalogosok közé egy éles bal kanyarral, hogy ne tudjon utánuk menni az autó, de közben elcsúsztak a motorral, az kicsúszott alóluk, az egyik rabló az otthagyva a társát, egy karcolás nélkül elmenekült, a másik pedig elég szerencsétlenül esett, eltört a lába. Aztán a kórházba valami oknál fogva meghalt. És önt hibáztatták. Igen. Igen, így van. Milyen érzés most, hogy a kúria gyilkossággal, milyen érzés, hogy a kúria önnek adott igazat? Amikor meghallottam az ítéletnek a kihirdetését, akkor szinte elsötétült előttem a világ. Sírva fakadt? Nőknek is szabad sírni, nem csak a férfiaknak. De számított rá egyébként? Mert azért most már ez 5 éve húzódó ügy, hogy... 5 éve húzódik. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy az ember valahol mélyen titokban remélte a dolgot, de már nem bízott benne. Pontosan azért, mert az első és másodfok olyan másként ítélte meg ezt az egész szituációt, hogy és nem. Arra egyébként ott, amikor ez történt, számított, hogy gyilkosságért fogják? Nem. És akkor most mi lesz, most visszahelyezik a Széchenyi könyvtárban? Nem, ennek a kettőnek nincsen köze egymáshoz, mert az én eltávolításomat azt úgymond nem ezzel az indokkal, ez csak szóbeli indok volt náluk, de az írásbeli indokban azért vigyáztak arra, hogy ne ez szerepeljen az indoklásban, hanem egy annyi, hogy csak. Na akkor nézzük, teljesen felszabadult, magánélete rendben van, gyerekei jól vannak. Mi lesz a pártjával? A párt, többször érdeklődtem a párt iránt, azt mondták a felmérők, közvéleménykutatók, hogy egy nagyon kedves, csinos, okos nőre a pártja mérhetetlen. Jelenleg még nem ezzel foglalkozunk, hogy a párt mérhető legyen, mert ahogy említettem már több műsorban is, nem egyedül szeretnénk indulni. Tehát mi nem azt gondoljuk, hogy egy pártnak a jelen helyzetben egyedül kell megmérettetnie magát, hanem összefogásra és együttműködésre van szükség. Ön a 24-es vagy a 36-os választásokon, vagy a 2018-oson? A 2018-ason. És annak mennyi az esélye, hogy addig talál valakit, aki megfelel önnek? Nagyon sok párttal tárgyalunk, és nagyon sok párt nyitott arra, hogy valamilyen úton tárgyalnak, vagy vizet darálnak? Tárgyalunk. Milyen eredménnyel? Elég jóval. Tehát úgy tűnik egyelőre az a fő célunk, hogy a 106 hány körzetben... Hány kérője van? Kb. Olyan 10-12 párttal tárgyalunk jelen pillanatban. És a 417-ből? 417 van? Én még 400-nál álltam meg. De hát ugye, amikor a múltkor is említettem, hogy amikor még csak 200 volt augusztus táján, abból mintegy 150 sűrűbben kell jönni, hogy én strigulázzam és mondjam ennek, hogy hol tartunk. Jó, köszönöm, ezt mindenképpen fölírom a 417-et. Ne udvariaskodjunk tovább, mondjon nekem valamit a pártja programjáról, mert biztos van már ilyen, vagy ha nincs, akkor már elkésett mindent. Így van. Van programunk, mi ezt egy 365 napos programnak hívjuk, de ez a 365 nap nem azt jelenti, hogy ezt 365 nap alatt kell végrehajtani, hanem ebben a programban, 12 nagy pontban arra tértünk ki, hogy melyek azok a területek, amelyeket egy jelenlegi kormányt leváltó következő kormánynak az első évében mindenképpen el kell kezdeni. Ebben nagyon sok minden van, a környezetvédelemtől, az oktatáson keresztül,
a szegénység felszámolásáig. Az például hogyan lehet elkezdeni a szegénység felszámolását? Adórendszer átalakítás, redisztribúciónak az átalakítása, mi az első lépés? Szerintem az egyik legfontosabb lépés magának a munkalehetőségnek a megteremtése. Hiszen ha nem jut bevételhez valaki, és esélye sincs arra, hogy egyáltalán eltarthassa családját és saját magát, akkor csak az állam támogatására és eltartására szorul. A kormány azt mondta legutoljára, Lázár János, hogy a munkanélküliség 3% alatt van, akkor miről beszélünk? Hát ezek szerintem olyan statisztikai adatok, amiket nem tudom, hogy talán a minisztériumból veszik, saját magukat mérik, és ott 3% a munkanélküliségük, de az országban nem ez a helyzet. És azért én a közmunkát... Munkaerő importálásra van szükség. Én a közmunkát például nem tartom kifejezetten olyan eszköznek, ami ezt a munkanélküliséget felszámolja, mert a közmunkában kiszolgáltatott helyzetben vannak azok, akik egy ilyen nagyon pici pénzért kénytelenek mindent legyelni a közmunka érdekében. Hogyha 106 képviselőt kell, hogy állítson, mennyi van ebből meg? Több, mint a fele megvan, de ahogy mondtam, nekünk nem az a célunk, hogy nekünk legyen 106 képviselőnk, hanem hogy annak a szövetségnek, aki a jelenlegi kormánnyal szemben akar indulni a 2018-as választásokon, annak a szövetségnek legyen jó, meg a 106 képviselője. Akkor nézzük valahogy, egész másképp teszem fel a kérdést, mert úgy látszik, hogy nem teljesen egy hullámhosszon adunk. Miért venné önt be bármelyik párt, aki harcol a fönnmaradásért, a parlamentbe jutásért? Kik állnak ön mögött? Hány ezer, hány tízezer, hány százezer szavazói tábor? Tehát mi az oka annak, hogy valaki leül önnel tárgyalni, azon kívül, hogy okos, hatalmas múltja van, be van jegyezve, ezen kívül milyen van még? Elnézést, hogy ilyen egyszerűen semmi kérdezem, probléma. De szeretnénk megtudni. Semmi probléma. Mivel ugye a mi pártunk eleve azért alakult meg, hogy a szavazókat képviselje, és pont azért hoztuk létre. Minden párt azért alakult meg. Én azt mondom, hogy a pártok jelen pillanatban a párt érdekeiket, illetve az egyéni tagjaiknak az érdekeit képviselik, nem a szavazó érdekét. Tehát a szavazóért mennyi szavazója van? Több ezer. Tudom, hogy ez kevés jelen pillanatban. Ezek pártagok tagdíjat fizetnek, regisztrálva vannak? Mi nem a pártagságra mentünk rá, mert az embereknek a nagy része, és a szavazók nagy része attól a szótól, hogy párt, attól hideglelést kap. Uh-huh. Akkor honnan tudják, hogy több ezer? Ez ilyen visszajelzésekből? Visszajelzésekből, uh-huh. Az ország minden részéből érkeznek különböző levelek, támogatások, hívnak minket, hogy menjünk le, mutatkozzunk be, kitettük nyilvánosan. És mennek egyébként lakossági fórumokra? Igen, megyünk. Azon kívül kitettük nyilvánosan a 365 napos programot, és kifejezetten a választókat. Hova sikerült kitenni? Van saját weboldalunk és Facebook oldalunk is. Ja, azt hittem, hogy a körúton ki van plakátolva. Nem. Hát ugye plakátolás szabályait. Vagy megvárják, amíg megkapják a választási támogatást? A választási támogatásnak jelen pillanatban ebben nincsen szerepe. Én úgy vélem, hogy a plakátháborúba ebbe ilyen szinten nem szabad beszállni, ami most ugye jelenleg zajlik. Próbálják minden szempontból a politikai plakátokat eltüntetni, mérsékelni, csak kormányzati plakátok szerepelhetnek, de lehet, hogy majd egy soros arccal becsempészünk mi is egy plakátot, és akkor nem tűnik fel nekik, hogy ez nem a sajátjuk. Értem. Én azt szeretném, ha engem meg tud győzni, akkor mindenkit meg tud győzni, de idáig nem győzött meg. Miért szavazzon valaki önökre? Nem tudni, vannak pár ezzel, nincsenek plakátjaik, a programjait egy weboldalon láthatjuk, meg tényleg hol ez a weboldal, hogyha Isten ments valaki érdeklődik? Válaszpárt.hu oldalon található meg ez nem a reklámhelye volt, mert nem fizetett érte, de így legalább megtalálják. Tehát mondjon valami olyat, amiért valaki most orvérzésig keresni fogja az önök weboldalát, és aktivista akar lenni. Mert amiket elmondott, ilyet az elmúlt héten kb. 80-at hallottam. És öntől többet vár az ember, aki egy Széchenyi könyvtárt el tud vezetni, aki éveken keresztül kutatni tud, aki egyedül gyereket tud nevelni, annak valami többet kellett tenni az asztalra. Nyilvánvaló a kérdés az, hogy az ember ígérgetni szeretne, mert én ennek nem vagyok a híve. Tehát nagyon sok párt esetében ugye azt látjuk, hogy beígér akár minimálbért, határozott minimálbért, nyugdíjemelést, minden egyebet. Én azt gondolom, hogy nem szabad a választókat lenézni, és azt mondani nekik, hogy ó, mindent megígérünk, aztán majd utána úgysem tudjuk betartani. De maga nem is ígér semmit. Én azt ígérem, hogy azt a 365 napos programot, azt mindenképpen elkezdjük.
De maga tényleg elhiszi azt, hogy mondjuk egy párt be fog futni. Mondjuk ők lesznek a kormányon, hogy 365 nap után ki fognak írni egy új választást, és azt fogják mondani, hogy akkor most győzzen a demokrácia, és újra kezdjük az egészet. Nem, de én ilyet nem is mondtam. Tehát ezt mondtam Péter az előbb is, hogy a 365 napos program nem arról szól, hogy ezt 365 nap alatt kell megvalósítani, mint ahogy például mondjuk a Bokrosféle 500 napos program, ami felhatalmazást kér 500 napos kormányzásra, mert egy ilyen rövidtávú kormányzás szerintem óriási veszélyeket rejt magában. Erre gondoltam én is. Akkor tulajdonképpen maga azt szállítja a múltján kívül és a megbízhatóságán kívül, hogy egy olyan pártnak, akiknek nincs 365 napos programja, maga szállítja nekik a know-how-t, hogy lesznek jó kormány. Nem, én azt Tehát szállítom. Én próbálom itt körbejárni, de... Én azt szállítom, hogy ez a 365 napos program nem arról szól, hogy én mit ígérek. Ez arról szól, hogy az országban élő embereknek mire lenne szükségük. És az ő igényeik alapján íródott meg ez a fajta program, miben látnának ők javulást, és miben látják ők a feladatok megvalósításának a szükségességét. Tehát mi maximálisan a szavazók irányából közelítünk, nem a hatalom érdekel, és nem az a feladat, hogy köztünk mondjuk az összes pártagunk bekerüljön. Akkor csináljuk a következőket. Én most 2 percig nem szólalok meg, itt van Eszter. Lehet, hogy egy nővel jobban boldogul. Eszter, próbált kiszedni dr. Katona Andreából, hogy miért jó az a szavazónak, a polgárnak, hogyha utána megy, hogy kik ők, és egyáltalán rájuk szavaz. Igen, egyrészt, másrészt meg akkor miért is beszélünk most 365 napos programról? Ugye most megbeszéltük, hogy az nem jó egy ilyen átmeneti kormányzás. Nem, az 500 napos. Bokrosféle. Igen, az elején is elhangzott, igen, hogy a 365 nap nem arról szól, hogy ennyi idő alatt kell megvalósítani. Na akkor kezdjük ezzel most, igen. Kezdjük. Van rá 2 percünk. Jó. Tehát eleve egy olyan felhatalmazást kérni, hogy egy évet vagy 500 napot kérek arra, hogy én kormányra kerülhessek, és megváltoztathassam azokat a törvényeket, visszaállíthassam azokat a fékeket és ellensúlyokat, amelyek a demokráciát biztosítják, ezek nagyon bizonytalanok. Pontosan azért, mert egyrészt egyáltalán nem biztos, hogy ennyi idő alatt azokat a törvényeket módosítani tudják. Egyáltalán nem biztos, hogy a Fidesz által jelenleg beépített, beékelt embereket ki lehet addig billenteni. A média fölény az továbbra is jellemző lesz rájuk. Szerint azt mondta 2 percig, nem szólalt. Közösségelőket ki kell billenteni? Nem, én azt gondolom, hogy azokat a szakembereket, illetve nem szakembereket, akiket oda tettek bizonyos intézmények élére, tehát nem azt, aki szakemberként 15 éve dolgozik. Valószínű, igen. Tehát azokat az embereket, akik úgymond a párt hűségük és lojalitásuk alapján foglaltak el bizonyos pozíciókat, és nem úgy dolgoznak, ahogy jelen pillanatban ez elvárható lenne, akár a legfőbb ügyészt is említhetném, vagy bárki más, tehát nagyon sokakat ezen a területen. Igen, de ez tényleg egyébként egy nagyon hosszú folyamat, hogy egy ilyet vissza lehessen fordítani. Van. Tehát az elképzelés, mi szerint ezt mondjuk egy év vagy 500 nap alatt meg lehet valósítani, ha ragaszkodunk ahhoz, hogy demokratikusan működünk, és a jogszabályok alapján szeretnénk dolgozni, akkor ezeket az embereket nem lehet csak úgy indoklás nélkül eltávolítani a helyükről, és oda tenni olyat, aki valóban szakember, és valóban ért ehhez a témához. És mondjuk a válasznak, mi egy stílusos lép, mi a válasza erre a problémára? A válasz mindenképpen arra törekszik, hogy inkább... azt a fajta hatalmat, amit ők megkaptak, egyfajta korlátlan hatalmat, azt törje meg, és azt ossza meg, visszaadva olyan helyekre, mint mondjuk visszaállítani a PSZÁF-ot, a gazdasági versenyhivatalt, a médiahatóságot, külön a hírközlést, és még sorolhatnám, hogy hány ilyen szervezetet lehetne visszaállítani. Itt folytatjuk legközelebb dr. Katona Andrával. Gratulálunk ahhoz, hogy letelt sajnos az idő, és az idő, mint tudja, nagy úr. Várjuk legközelebb is, és pontosan innét fogjuk folytatni. Az elmúlt negyed órában dr. Katona Andrea a Válaszpárt elnöke, és a Kúria döntésének birtokosa volt stúdiónk vendége, és akkor most következik Hollik István, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője. Tartsanak továbbra is velünk!